Az intézmény aulájában megtartott ismertetőn Gál András főigazgató szólt azokról a kiemelkedő eredményekről, amelyeknek köszönhetően a Szerencsi Gimnáziumban hosszú évek óta többszörös a túljelentkezés. Elhangzott, hogy az egyetemi, főiskolai felvételi eredmények alapján a Bocskai a vegyes gimnáziumok rangsorába évek óta az élmezőnyben szerepel, ami a diákok szorgalmát és a pedagógusok felkészültségét bizonyítja. A kiválóan felkészült pedagógusok lelkiismeretes munkájának köszönhetően a végzős diákok körében az országos és a megyei átlagot jelentősen meghaladva 80%-os a továbbtanulási arány. A nyílt napra látogatók között nagyobb számban érkeztek a környező településekről, akik betekintést nyerhettek az oktatási intézmény mindennapi életébe. A nyílt nap résztvevői a gimnázium életét bemutató film megtekintése után tanórákon szerezhettek tapasztalatot az oktatásról. Az iskolában 21. századi körülmények többek között korszerűen felszerelt, számítógépes termek és kiváló sportolási lehetőségek várják a fiatalokat. A tervek szerint a középiskola következő tanévben 7 első osztályt indít. Angol nyelvi tagozat, hatosztályos és rendészeti képzés, matematika, informatika, biológia, német tagozat, közgazdasági, valamint művészeti és általános tantervű osztály szerepel a kínálatban.